Nagyon óvatosan közelítsük meg a dolgokat. Nem kell kapkodni, nincs kulcsunk. Max a HP-nk. Az jó. Oké. Tuszkál még egy. Oké, na nézzük. Oké. Erre mi van? De most itt jöhetek, ugye? Elvileg igen. Erre kell jönnünk. Nagyon-nagyon-nagyon. Mi ezek hílek? Ez heal enhancer. Más szóval lófasz. Jézus! Na jó, ennél nagyobb Ó, nem! Nem hiszem el. Valami megsebzett. Mi volt ez? Semmit sem látok. I have seen the jet black skull behind the visor of the astronaut. I recognize parts of myself within those shadows. Fighting to be free. Jó, hogy ott sem volt. Show the world one face, then another. Have I met it before? Was the name that sat on its head? Was it the first one who said? Do you see the white shadow? Meg kellett volna nyomni az intensity cuccot, ugye? Csak idióta vagyok, és ezért nem tettem. Viszont most még lesz esélyünk.
Összeszedetten, srácok. Összeszedetten. Ezt a ránt már lerippeltük, úgymond, hogy esélyünk sincs. Aztán megint lett, aztán megint nem. Ez mi? Ez feels one slot. Ez jó. Ezt kellene megtisztítani úgy. Hördök? Igen. Egy ilyet, és akkor úgy, hogy benyomom a hármast, ami megnöveli a healing intensity-nket. És így, igaz? Aztán pedig... Igaz? És max HP. És most max HP. És portál. Portál és astronauta. Hol van a portál? I'm in the middle of a lot right now, so... No. It's... I wouldn't want anyone present. Vissza tudok menni? Can know about this. Everyone is overbearing and control... Az asztalonautáig már nem tudok visszamenni, ugye? I haven't even told a single person about... If they found out I was here that we were... Akkor nem tudom megvenni az asztalonautát, viszont... Tudok majd újraéledni. Vannak gondjaim. Fegyver. Ezt adja a játék a Final Boss-ra. Egy kis pisztolyt. Köszönjük. Istenem, ne! Micsoda átvezetés!
elő a cuccait. Igen, 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 igen. Ó, bassz, meg megvan az első két fész. Mi az Isten? Halló? Úristen! Jézusom! Srácok, nem látok semmit! Itt egy datacube betevő? Mi a fasznak van itt egy datacube betevő cucc? De most komolyan! Az autóbaleset a hídon, arról beszél, amit többször láttunk már. Az a kocsi? Mi a fasz? Jól néz ki amúgy. Köszi, Hunter, 66 hónapot! Nagyon köszi, haver! Ugromókus. Nagyon köszi, Genz, még egyszer. Utomi, köszi szépen. Jön a kocsi. Itt egy kislány a polippal, akkor ő a kis csaj. Szól a Blue Oyster Cult. Mom? Do you see the white shadow? Esselin.
Igen. Szóval én azért gondoltam, vagy gondolom, hogy a sofőr, vagy az anyuka Szelin, mert ugyanez a karaktermodell. Tehát tehát most az Vili, nem? Tehát aki vezetett, felnőtt nő a kocsiban, annak ugyanaz a karaktermodellje, mint Szelinnek. Ez biztos. Ő van a plakáton is. Értitek? Srácok, az eddig egyszerű igen nem dolog. Hogy lépésekben haladjunk. Micsoda? Na jó, hát ez... Legyen szavazás arról, hogy ugyanaz a karakter modelle. Én csak azt kérdeztem, hogy látjátok-e. Igen, én is így értelmeztem egyébként Google kereső, hogy a játék az konkrétan a fejében zajlik Szelinnek. És ott hagyta a lányát lent a kocsiba. És ahogy felúszik a felszínre, a kocsiból, elvileg az a game. Én így értelmeztem. Hogy az érzés, hogy ott kell hagyja, mert nem tudja kimenteni, ez az egész gyötrelem, vagy hogy mondjam. Nekem ez volt a game, és ugye ha azt a feltételezést vesszük, hogy az astronauta is Szelin, akkor vehetjük úgy, hogy ő lőtte le a Helioszt. És került bele ebbe, mert saját maga miatt zuhant a hídba. A hídról a vízbe, bocsánat. Vagy ez már sok? De ez nem biztos, hogy így van. A Secret Endingben több mindent megmagyarázunk. Én csak próbálom
elmondani, hogy hogy értelmeztem én a játékot. Mivel, hogy ugye hát most érted, ha végigjátszol a játékot, akkor elméletileg azért csak nem kéne guide-ot olvasni, hogy mit is láttál. Vágod. Hogyha a Helios az autó, mondjuk, ugye a Returnal alapszinten ugye azt képzelte, én csak az én értelmezésemet mondom nektek. Tehát, hogyha a hajó lezuhant, belekerültünk a bajba. Ha az az autó, akkor az autó azért zuhant bele a vízbe, tehát a Helios azért zuhant le, mert ő az astronauta. Az astronautát szerintem azért látta, mert elaludt, szerintem lehet, hogy elaludt a kormánynál ő. Igen. Valahogy így értelmeztem én ezt az egészet. De lehet mondom, hogy a Secret Ending ad plusz információt, de mivel hogy én azt nem láttam, így ezt nem tudom számításba venni. Értem, ki a fék, de ezek morzsák, tehát ezt nem, tehát én nem értem. Tehát értsd meg, hogy nem tudunk az alapján tájékozódni, amit mondasz, mert én nem láttam azt. Tehát nem tudom értelmezni a chatből azoknak, akik mondjuk megnézik a vodot, hogy higgyék el, hogy vannak más dolgok, amiket én sem láttam, de higgyék el, és akkor ugye elkezdem mesélni. Úgyhogy csak arról tudok beszélni, ami az én értelmezésemben megvan. Én így értelmeztem, hogy azért ő maga volt a hibás, és utána pedig nyilván örökké hibáztatta magát, ezért folyamatosan vissza és vissza és vissza és vissza és visszatért az egészbe, és ugye az, hogy végigjátszotta a játék, vagy hogy végigjátszottuk a játékot, az volt, hogy a traumának egyfajta feldolgozása. De igazából nem is feldolgozása volt, mert igazából csak elfogadta, hogy mi történt. Igen, és amúgy a Secret Endinget azt hogy lehet állokkolni? Csak kérdezem. Zorgasz, köszi szépen! Oké. Akkor azzal nem hiszem, hogy bajlódunk. Még egyszer végig kell vinni a gémet. Igen, én is így értelmeztem, hogy ezt a borzasztó traumát dolgozzuk fel a játékban. Ez a lényege igazából az egésznek. Nekem is így esett le az egész. És akkor tulajdonképpen a feldolgozás folyamatában van egy elfogadás rész, aztán pedig megtudjuk, hogy mi okozta a problémát, és hogy pontosan mi történt. Nem hiszem, hogy megnézzük a Secret Endinget, mert azt unlockolni kell, azt hadd unlockolják azok, akiket érdekel. Azt így, az olyan nem fair dolog. Legalábbis szerintem. Igen. Az jó dolog szerintem mindenféleképpen, hogy mindenki magának tudja értelmezni a dolgot. Igen, ja, értem. Persze, azt is olvastuk a házban, hogy akkor Celine azért az astronauta, mert ugye azt tudjuk, hogy elutasították őt az astronauta programtól, azt megtaláltuk azt a levelet, vagyis a laptopon az üzenetet, vagy hogy volt. Igen.
azért volt így lesújtva, meg azért volt figyelmetlen a vezetés közben. Hogy tetszett a játék, így újra játszva? Nagyjából hasonló a véleményem róla, mint először, hogy én most látom benne ezt az évjáték a dolgot, de minden esetre érdekes, és persze egyértelműen a jobb játékok között van. Abszolút-e. Meg nagyon kvalitia, hogy meg van csinálva maga a játékmenet, meg minden, de mondom, én ebben nem láttam ezt a Game of the Year dolgot, mint olyan, de nem is tudom. Nem tudom, hogy mondjam. De amúgy meg megvan benne a potenciál. Arra is egyébként, teljesen. Mert mondom, nagyon minőségi tudsz. A PC port viszont állati jó lett. Igen, jogos. Hát, hogyha, igen, nyilván több mindenki tud derülni a sztoriból, hogyha még többet kutakodunk utána, ez egyértelmű. Meg igen, ahogy mondott Bálint, hogy jó beszélgetés téma. Szerintem egyértelműen egyébként könnyebb billentyűegerrel játszani a gémet, ez 100%. Ez 100%. Most lehet, hogy azt mondom, hogy már akinek, de szerintem ezt a gémet könnyebb játszani így. Ha bárki tudja. Lehet, hogy, hogy a PSS végigjátszásomban is, ha más fegyverekkel próbálkozom, ott is könnyebb lett volna a dolog. Igen. Biztos, hogy lesz még baszó géme egyébként a stúdiónak, ez 100%. Szívtam én is a kontrollárral amúgy valamilyen szinten egyértelmű. Még most az autóémet, azt kikapcsoltuk. Igen, ez igaz, Raxon, hogy annyit talán tudom mondani, igen, hogy a Halo Seeker az nem jött be. Egyszer sem. Legalábbis nekem. Ez a Carabine, ez eléggé ütött. Nagy damage, nem tudtak overwhelmelni annyira gyorsan. Én próbálkoztam, azért tartott szerintem 3 órával tovább ez a végigjátszás, mint ameddig kellett volna tartsam, mert próbálkoztunk a Halo Seekerrel, mint az állat. Engem. A pisztolyjel is tudtunk haladni. Abszolút. Abszolút. Talán itt ez az utolsó boss, én nem bánom. De annyira nem volt vészes. Nem is tudom, melyik volt a legnehezebb boss. Így most ebben a ránban. Nem tudom. Nem tudom megmondani. Nekem amúgy a izé. Nekem amúgy az volt a legnehezebb, az orgonázós. Én azzal szívtam a legtöbbet. Amúgy. Hogy mind meg lett elsőre? Meg lett mind elsőre, amúgy ez igaz, de azzal szívtam a legtöbbet. Az éppen, hogy meg lett. Igen, majdnem meghaltam, igen, igen. Igen.
Tényleg egyébként igen. Tehát mindegyik boszt elsőre öltük meg. Egyszer se haltam meg bossnál, csak annál az organásnál majdnem. Na, minden esetre érdekes. Láttam én is, hogy hibátlan értékeléseket kapott a Resident Evil remake. Milyen meglepő, nem, hogy a legjobb Resident Evil játék és az egyik legjobb remake gyártó cég szerelem gyermeke, hogy ilyen stílusosan fogalmazzak. Fantasztikus és tökéletes lett. Fuck yeah. Nagyon bíztam benne. Nagyon bíztam benne, úgyhogy kurva jó is lesz. Igen. Jövő héten már toljuk, mint a gép. Igen, tudom, melyik nap kezdjük utomi. Amúgy tényleg. Mármint ugye a kérdésedre ez a válasz, hogy tudom, melyik nap kezdjük, csak nem tudom, hogy lehet-e mondani, úgyhogy egyelőre nem tudom mondani, de tudom, melyik nap kezdjük. Lehet, hogy nem pénteken. Na. Ennyit tudok mondani amúgy. Sokkal nem hamarabb. Nem annyira titkos nap, de nem tudok róla. Szerintem most sem nyilvános egyébként, hogy melyik nap kezdhetjük, de nem pénteken, ezt tudom. Igen, úgyhogy jövő hétnek az első fele az még meglátjuk, gondolkodom nagyon, hogy mert nem tudom, hogy hova tudnám beszuszakolni a Dead Island végigjátszást, és lehet, hogy azt kellene betennük a oda valahová. Majd meglátjuk, hogy vagy azt tesszük be oda, vagy más csinálunk, és akkor később lesz, mert utána is lesz lyuk, de azt tudom, hogy az most így fog kinézni, mert az az igazság, srácok, hogy is vagyunk. Jövő héten már Resident Evil remake van, utána meglátjuk ezt a Crime Boss-t, hogy egyáltalán kijön-e, és utána nem, a Dead Island végigjátszásra arra bőven lesz időnk áprilisban. Arra bőven lesz időnk áprilisban, úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz a jövő hét eleje. Biztos, hogy nem Returnal lesz. Igen. De hát van időnk április végéig Dead Island 2-zni. Bocsánat, akkor ez Dead Island 2, hogy Dead Island 1-ezni. Úgyhogy... Igen. Igen, a Blickfate-et szeretném megnézni. Nagyon szeretném megnézni, mint Souls-like-ot, csak annyira rosszakat hallottam róla, meg annyira rosszakat olvasni róla, hogy lehet, hogy nem kellene pazaroljuk rá az időt. Igen. A Jedi-ig ne izguljatok, a Jedi-ig végig viszem a Dead Island 2-t, easy. Inkább azon morfondírozgattam, hogy a Horizon Forbidden Westhez ugye jön a baszó DLC, és nem tudom, hogy ahhoz kéne nyúlnia, vagy sem. Úgyhogy sok kérdés van még így a következő hónapokkal kapcsolatban. A Diablo 4-ig van még azért egy-két game. Utána meg úgyse kérdés, hogy jaj, ma mi legyen a stream? Úgyhogy érdekes lesz. Meglátjuk, hogy ezt a DLC-t beiktatjuk-e. Igen, az a baj, hogy a Horizon az annyira, tehát úgy képzeljétek el, hogy a Horizont, azt voltak olyan streamek, amikor kevesebben nézték, mint a tegnapi Blade of Darkness-t, pedig az is az alja volt azért legtöbb mindennek, meg ezek a Returnal streamek is. És volt, hogy azt kevesebben nézték. Úgy, hogy új volt meg minden. Úgyhogy azért is gondolkozom rajta, hogy nem tudom, hogy ez a DLC mennyire
mennyire izgalmas, de az volt, szerintem az volt a legrosszabb nézettségű játék ever. Igen. Itt a csatornán, ami nem... Igen, szerintem az. Igen. De meglátjuk majd, mondom. Nem tudom, hogy mi az, mondom, azóta sem tudom, hogy mi az oka. Az első részt azt még szerették az emberek, a másodikat azt már valami miatt nem, pedig szerintem nagyon jó volt az a game is, meg iszonyatosan szép. Nem, az más, semmi, sehol, egy stream ellen sem ment. Külföldiek is félbehagyták meg minden. Egyszerűen nem. Én nem, én kíváncsi voltam a végére, meg állat volt szerintem. De mondom, gondolkodom még a DLC-n, nem biztos, hogy belemegyek, majd meglátom. Ez majd addig még mindenképp kiderül. De most még a Diablo-ig lesz egy pár jó megjelenés. Én a Dead Island-et is nagyon várom, szerintem az is nagyon jó lesz. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy fér vele. Atlas Fallen hatalmas program. Bizony. Azt rohadtul várom. Azt rohadtul. Úgyhogy lesz, bőven lesz mindenféle izgiség. I birthed destruction. I am destruction. For the cycle to end, I must not just remember. Igen, és akkor ez az a kis mondat, ami ráirányít arra minket, hogy igen, van még, itt nem csak emlékeznünk kell, hanem van még mit unlockolni. Na, srácok, én azt mondom, hogy Jani még majd elvileg fog streamelni este, azt mondta, de nem biztos, tehát ez majd kiderül, hogy mi van nála, sose lehet tudni, de részemről nagyon köszi Szajtros Bornak, Zero Sunnak, Ice Colornek és Zorgosznak is még egyszer a támogatásokat, és jó hétvégét mindenkinek. Jövő héten folytatjuk tovább itt az őrületet, akkor már nem lesz ilyen 15-ei megőrülés, meg szünet, meg félbehagyott hét, stb. Köszi szépen a figyelmet. Na, szevasztok, srácok!